sose lehet tudni, hogy mi az a kezdeményezés, amely akár sorsfordító lehet. Ez a kezdeményezés, amelyen most itt vagyunk, és nem véletlen, hogy Böjte Csaba testvér állt az élére. Alulról jön, fiataloktól jön, Kárpátalján maradni a szülőföldön. Program, amely egy zarándoklat Nagy Bégányból Beregszászra, de azt hiszem, hogy ennek a lelkisége lehet egy üzenet itt élő embereknek, nem csak magyaroknak, hanem más nemzetiségűeknek is, hogy ne ürüljön ki a szülőföld, ne ürüljön ki Ukrajna legkeletibb szeglete, a sok nemzetiségű Kárpátalja, és ne adjuk fel ezt az ezer éves szállás területet olyanoknak, akik nem kötődnek ehhez a tájhoz. Bennünket, magyarokat egy ezred év köt ide, kultúrában, államban, gondolkodásmódban, szeretetben. Minden tudományos kutatásunk az elmúlt években azt jelzi, hogy egy sajátos helyi identitás alakult ki. Arra a kérdés, hogy milyen nemzetiségűnek vallja magát, nagyon sokan, a többség úgy felel, hogy kárpátaljai. És ez nem csak a magyarok körében figyelhető meg, hanem az ukránok körében egyaránt. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan érték, egy olyan helyi identitás, amelyet meg kell őriznünk, hogy a sok nemzetiségű gazdagsága ennek a székelyföldnyi méretű egykori Magyarországhoz tartozó keleti végeknek megmaradjon. Ez nem csak nekünk magyaroknak, nem csak Magyarországnak, hanem az ukrán államnak, az ukrán népnek, a ruszinoknak, románoknak, szlovákoknak és romáknak egyaránt üzenet lehet. Itt nagyon nehéz ebben igazságot tenni, mert az ész és a szív egymással szemben helyezkedik, hiszen itt sok lehetőséget nem kínálnak a mai megélhetési viszonyok. Ukrajnában sem jól fizető munkahelyeket, sem jó infrastrukturális körülményeket, sem pedig szabad oktatási lehetőségeket. Tehát könnyebb boldogulni a világ más részei Magyarországtól kezdődően, egész Nyugat-Európáig terjedve, vagy akár a tengeren túlon. Én mégis azt hiszem, hogy a teljes élet valahol belül kezdődik a lélekben, amikor felépítjük a mi saját kis templomainkat. Adi Endre sokat idézett elsőre, még a templomot se építettük föl. Itt mindenképpen azt kell tennünk, hogy nekünk belülről kell egy olyan megtisztulási folyamaton átesni, amely túltekint a mai mindennapok megélhetési nehézségein, és egyensúlyba hozza a lélek és a tudatnak az állapotát, mert én azt gondolom, hogy lehet, hogy most kevesebbet lehet itt keresni, de igazán otthon lenni csak Kárpátalján lehet, aki itt született.